Burgonyát és tartós élelmiszer tartalmazó csomagot kapott 14 család földeákon a Szent Misét követően. Ezekben a családokban összesen 38 gyermek van. Katona Pál, a település plébánosa meglátogatta a 14 családot, ezt követően határozott az ajándékozásról. A legnagyobb baj az, hogy ezeknek a gyerekeknek semmiféle olyan program nincs az életükbe, amely program értékes emberré, ebbe a társadalomba boldogulni tudó emberekké tenni őket. Akik pedig gazdagok, azok nem vállalnak csak egy gyereket, és azt az egy gyereket annyira elkényeztetik, hogy azért nem tud beleilleszkedni a mindennapi életbe, és ez nem csak a magyar valóság, hanem európai valóság, hogy a szegények azok csak igényeket jelentik be, és feladatokat nem végzik, a gazdagok pedig gyűjtik az anyagiakat, és nem gondolnak arra, és ezt nagyon szeretném, hogyha mindenki fontolóra venné, hogy mindenünket a Teremtő Istentől valamilyen feladatra kaptuk. A szánkat is, hogy azt mondjuk vele, amit a Jóisten kíván, de a pénzünket is közvetve a Teremtő Istennek köszönhetjük, és ezért ne gyűjtsünk milliókat. A Jóisten azt kívánja tőlünk, és ezt kellene megtanulnunk, hogy az ő adományait az ő általa elgondolt feladatra használjuk föl. Ha így cselekednénk, akkor Isten gyermekeinek bizonyulnánk, és kiérdemelnénk a boldog folytatást. A plébános szerint nagyon nehéz rávezetni az embereket arra, hogy földi pályafutásuk alatt alázatosan éljenek. Én 50 éve vagyok pap, és 50 éve, sőt több mint 50 éve már tanítok, fölnőtteket is, meg gyerekeket is tanítok, és azt tapasztalom, hogy egyre inkább nehéz az embereket az értelmükön keresztül megszólítani, becsületes életvitelre rávenni, hanem a vágyaik, a kívánságaik, meg a rossz ajánlásaikat elfogadva a világnak élnek. Én azt kívánom, hogy gondolkodjanak el rajta, mindenkit Isten örök boldogságra el akar vezetni, kiérdemelte Jézus az odajutás lehetőségét. De ahhoz, hogy ez a lehetőség valósággá legyen a mi életünkben, ahhoz át kell gondolni a mi életünket, és el kell fogadni Istentől nekünk kínált feladatunkat, és a boldog folytatás is bekövetkezik. Ezt kívánom mindenkinek, hogy gondolkodjon el ezen.